Lejátszotta első idegenbeli mérkőzését az NB3-as szezonban a Hévíz labdarúgó csapata. Felcsútra a Puskás Akadémia 2 csapatához utazott vendégségbe a Hévíz, ahol vasárnap délelőtt szállt harcba a bajnoki pontokért. Az első félidő változatos, helyenként élvezetes játékot hozott, már ekkor látszott az újonc Hévíz egyenrangú partnere a felcsúti csapatnak, ezt több bátor akció kapura lövés jelezte. A kiegyenlített első játékrész után a második félidő elején magasabb sebességfokozatra kapcsolt a Puskás, szaporodtak távoli lövéseik, de a Hévíz által sarat. A 60. percben azonban az addig jól teljesítő védelemnek és a néha bravúrt is bemutató János a kapusnak sem volt ellenszere. Egy kapu előtti kavarodás után Suscsák Máté megszerezte a vezetést a Puskás 2-nek. A gól után bátran kitámadott a vendégcsapat, és alig másfél perc múlva egyenlített is. Kovács harcossága eredményezte a helyzetet, amelyben Pálfi Dávid megszerezte az egyenlítést jelentő gólt. Továbbra is lendületes, változatos volt a játék, többnyire a 2-16-os között folyt a küzdelem. 10 perccel a lefújás előtt egy távoli, hatalmas lövéssel Kovács Tamás szerzett, mint kiderült, győzelmet jelentő gólt a hazai csapatnak. Élvezetes mérkőzésen egyenlő erők küzdelméből került ki győztesen a Puskás Akadémia 2. A döntetlen talán igazságosabb lett volna, hiszen a Hévíz biztatóan, harcosan, helyenként kifejezetten jól játszott.